A Sefag ZRT az ország legnagyobb vadgazdálkodójaként 103 ezer hektár vadászterületen végez vadgazdálkodási és vadászati tevékenységet. 8 különálló vadászterületén minden hazánkban élő nagyvadfaj megtalálható és vadászható. A vadállomány minőségét fémjelzi, hogy a vadászterületek különleges rendeltetésűvé nyilvánítottak, és a gímszarvas állomány kiemelkedő genetikai értéket képvisel. A vadász vendégek részére lehetőség nyílik egyéni, fogatos, illetve többnapos, akár szabad területi, akár kerti társas vadászatokon való részvételre, illetve ezek kombinációjára. A 8 vadászterületen 11 vadászházzal és 9 vadászkerttel rendelkezésre álló vadászati lehetőségek a legmagasabb igények kiszolgálására is alkalmasak. A felkészült szakszemélyzet odaadó munkája, valamint a területek és az ott élő vadállomány minősége mind-mind garancia arra, hogy felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak a Sefag ZRT-nél eltöltött idő alatt. A Kaposvártól délre elterülő Kelet-Zselici vadászterület 7600 hektár kiterjedésű. Erdőborítottsága mintegy 65%. Domborzati és klimatikus viszonyai egyedülálló adottságokat kölcsönöznek a területnek. A helyenként vadregényes, hegyvidéki hangulatot árasztó tölgyes, bükkös, hársas erdők különleges élményben részesítik az itt vadászó vendégeket. A világranglista 10. helyén tartózkodó 263,88 CIC pontos, 14,5 kg-os úgynevezett vörös almai bikát 2002-ben ezen a területen hozták terítékre. A gímszarvas mellett a vaddisznó vadászata is jelentős, amely nagy része egyedi hangulatú terelő, illetve hajtó vadászatokon kerül terítékre. A 180 hektárnyi vadföld mellett a vadászterülethez egy 200 hektáros vaddisznós kert is tartozik. Mindez kitűnő feltételeket nyújt lovas vadászatok megszervezésére, lebonyolítására is. A vadászlovaglás egy igen régi lovas hagyomány gyakorlott lovasok számára. A magyarságot különös vonzalom is köti a lovas vadászatokhoz, hiszen eredetmondánkban is Hunor és Magor egy vadászat során a csodaszarvast üldözve jutnak el erre a csodálatos vidékre, ahol megtelepedvén két nép, a hun és a magyar megszületik. Napjaink lovasvadászai a régi korok lovas hagyományait elevenítik fel, melynek középpontjában már nem csak az űzött vad elejtése, hanem a terepakadályokkal nehezített pálya leküzdése is áll. A Vörös Alma Vadászház a terület szívében, festői környezetben egy tó mellett helyezkedik el, melynek körzetében szervezte meg első lovas vadászatát Tamás, Sándor és László 2014-ben. Az akkori és a tavalyi sikeres vadászat után idén áprilisban újra itt találkozott a csapat újabb barátokkal kiegészülve. Tamás, a kaposvári erdészet fővadásza, a Kelet-Zselici vadászterület alapos ismerője. Lovaglással két esztendeje foglalkozik, a lovas vadászat elkötelezett híve. Sándor 6 évvel ezelőtt kezdett lovagolni, több mint 18 éve vadászik. A vadász íjászatot egy éve műveli, a lovas íjászatot pedig az idén kezdte el, ami számára új kihívást jelent. László 6 éves kora óta lovagol, azonban nem túl régóta vadászik. Nála a lovaglás egy életstílus, amivel édesapja ismertette meg, és amit gyermekeinek is szeretne továbbadni. Zsombor 8 éves kora óta közel 30 éve lovagol. Soha nem vadászott, de a barátaitól hallott vadász történetek hallatán kedvet kapott arra, hogy ellátogasson a Zselicbe. Kristóf 15 éve lovagol, versenyszerűen foglalkozik díjugratással, sőt, fogathajtással is. Korábban még nem vadászott, de szeretné lóháton bejárni ezt a vadászterületet. Szeretettel köszöntelek benneteket Vörösalmán. Nagy öröm számomra, hogy idén már harmadízben látogattatok meg bennünket lovakkal, teljes menetfelszereléssel, itt a Sefag ZRT Kelet-Zselici vadászterületének Vörösalma vadászházánál. A mai nap gimborjúra és süldőre fogunk vadászni. Sanyi, te a saját kérésednek megfelelően íjjal fogod ezt végrehajtani. Laci, te meg puskával a tavaly éveknek megfelelően. Majd a szituáció fogja eldönteni, hogyha úgy alakul, akkor azért mindenképpen leszállunk. Ha messzebb van a vad, akkor
leugrunk a lóról, Sanyi, te tartod a lovakat, előre kúszunk, utána lépünk, és terítékre hozzuk, megpróbáljuk terítékre hozni. Ha közelebb van a vad, Sanyi, neked nem szükséges semmiképp leszállni, illetve azt is a szituáció dönti el, akkor vagy lovon maradunk, vagy a Laci fogja a lovakat. A biztonságra figyeljetek, ugyanúgy, mint eddig. Köszöntöm Kristófot és Zsombort is, jövőre már őket is remélem, hogy vadászként fogjuk köszönteni. Valakinek van kérdése? Akkor lóra, előre! Tehén, mehetünk tovább. Azt javaslom, hogy itt külön válunk. Kristóf és Zsombor az arabokkal visszamentek a vadászházhoz. Mi meg teszünk még egy kis utat itt, egy kerülő utat, mi sötétbe fogunk beérkezni a vadászházba, jó? A késő esti megérkezéskor a közel 30 kilométeres lovas cserkelés után először a lovakat látták el a lovas vadászok. Majd a megérdemelt, bőséges vacsora következett, amely osztatlan sikert és kitűnő hangulatot eredményezett. Volt alkalom az első nap tapasztalatainak megbeszélésére is. Másnap korán indult a nap, hiszen a lovakat fel kellett készíteni. Időben kell foglalkozni velük, ami egy lovakat szerető ember számára természetes. Minden reggel így kell, hogy induljon. Különben, hogyha ugyanúgy nekik nincsen üzemanyag, ugyanúgy az autó sem működik, ahogy nekik sincs üzemanyag. Van egy kis plusz igénybevétel, ezért kapnak egy kicsivel több kiegészítőt, ami most jelen pillanatban áll zabból, roppantott zabból, darált kukoricából és egy kis napraforgóból. Nem, majd mindjárt. Ez egy olyan vállalás, amit addig, amíg lovasember a lovasember, addig mindig megcsinál. És mindenféle nehézséget leküzdve folyamatosan a szolgálatukért csinál. A hajnali sötétségben a lovak hozzáláttak a reggeli csemegéhez. Csendes patadobogásuk mellett Lacit a lovakhoz, a lovas vadászathoz fűződő kapcsolatáról faggattuk. Ez egy olyan kikapcsolódás, amit nem pótol számomra semmi más. Tehát a legfontosabb az, hogy a természethez minél közelebb tudjak kerülni, minél közelebb maradjak, minél közelebb legyek, és várom és vágyom ezeket a pillanatokat, amikor tényleg csak ők vannak, és csak én vagyok, vagy csak mi vagyunk. Ezeket nem adja, nem pótolja számomra semmi. A vadászat, az ösztön, az valakivel születik, és valakivel nem. Úgyhogy így visszagondolva bennem mindig is megvolt a vadászat iránti tisztelet és csodálat. És a kettőt, ahogy összekötöttük, az pedig egy olyan dolog, amit azt hiszem, hogy az első percektől kezdve egyre jobban kiteljesedve tapasztaltunk meg. A lóval történő vadászatnál óriási élmény maga az állattal kimenni az erdőbe, kimenni a természetbe, és egy hatalmas területet bejárni, lóhátról szemlélni az erdőben lévő dolgokat. És ugye a gyalogos cserkeléssel pedig az is egy olyan vadászati forma, ami úgy szintén lenyűgöző. Ahhoz, hogy biztonsággal
tudjon valaki lovon maradni, és élvezze is azt, amit a lóhátán csinál, ahhoz kell egyfajta előképzettség. Az idő egyénenként változik. Tehát van aki 50 benti lovaglással töltött óra után már biztosan ül a nyerekbe, és elindulhat a terepen. Tehát van, akinek gyengébbek az adottságai, neki többet kell lóháton eltöltenie ahhoz, hogy biztonságban és kényelmesen érezze magát. Abban az esetben, hogyha a ló az jól képzett, akkor sokat rábízhatunk a lóra is. Tehát egy tapasztalatlanabb lovas is biztonságban érezheti magát egy jól képzett lóval. Napi folyadék szükséglet olyan 20 és 40 liter között van. Attól függ, hogy mennyit dolgozik egy nap, mennyi takarmányt vesz fel. Tényleg nagyon jó ez a kis legelő itt, amit kaptunk. A lovak abrakoltatását követően lovasaink a reggeli kötelező forró kávé után néztek. Kortyolgatása közben újra előkerültek az előző napi élmények, és szóba hozták az előttük álló vadásznap terveit is. Mentálisan fontos az, hogy ráhangolódj erre a történésre? Nagyon hamar megy a ráhangolódás. Az ember elfordítja a kalapját, és onnantól már csak a lovazás van. Elfelejt minden gondját, búját, és csak a társára koncentrál. Mi a következő feladat? Most megpucoljuk a lovakat, mindenki a sajátját megfogja, megpucolja, nyergelünk, lóra ülünk és elindulunk a Tamás vezetésével vadászni. A lovát szerető ember nagy gondot fordít a reggeli csutakolásra. Mondhatnánk kötelező tevékenységnek is, amely azonban nem csak a lónak, hanem a lovasnak is egyaránt fontos. Egyrészt a port azt a szőrszálak közül, amennyire csak lehet, kiszedjük, hogy ne zavarja, hogyha esetlegesen egy kicsit megizzad, akkor ne csípje a por. Meg ugye ilyenkor, amikor pucoljuk a lovat, akkor átvizsgáljuk, látjuk, hogy nincs a sérülése, nem szerzette valami sérülést, akár a tegnapi nap, akár az éjszaka folyamán. Úgyhogy ez folyamatosan kontroll alatt tartja a lovat. Fontos, hogy azokon a részeken, ahol szerszám kerül a lóra, ott tiszta legyen, ne legyen sáros, ne legyen poros, mert különben feltöri a lovat a szerszám. Jól van. Megpróbáljuk a tegnapi bemelegítés után kicsit sikeresebbre venni a történetet. Itt a közelbe megyünk, most délnek fogunk fordulni, tegnap északirányba mentünk. Megyünk egy-két és fél órát, utána megreggelizünk, van egy szép hely az erdőbe. Padokkal, asztalokkal, filagóriával, ott gondoltam egy reggelit, és ott eldöntjük, hogy visszajövünk-e pihenni, vagy megyünk tovább egy még nagyobb körre. Mennyire belátni még az erdőt? Most még időbe jöttünk. Mehetünk. A délutáni lovas cserkelés során Sándornak adódott lehetősége lövésre. A jó szél mellett megközelített gimborjú nem vette észre őket. A gondos célzást követően azonban a vad a lövés pillanatában ellépett, így azt nem sikerült elejteni. Az áprilisi lovasvadászat, bár teríték nélkül fejeződött be, mégsem kedvetlenítette el a fiúkat.
Úgy érezték, hogy az időzítéssel volt a gond, hiszen a sikeres tavalyihoz képest kissé korábban, május helyett már áprilisban érkeztek. Azonban a gémszarvasok ilyenkor még rudliban mozogtak, így a tapasztaltabb tehenek riasztani tudták a fiatalabb borjakat. Ez pedig a megközelítésüket bizony rendkívül megnehezítette. Ezért a fiúk úgy döntöttek, hogy májusban újra találkoznak. Azon a májusi késő délutánon a nap már eltűnt a Vörös Alma vadászház fölé magasodó hegy mögött, mikor Tamás, Sándor és László megérkeztek. Úgy alakult, hogy ezen a lovas vadászaton most csak hárman vesznek részt. Saját disznóból készült. Saját magunkat ettük. Levágtuk. Megpácoltuk, felfüstöltük. És most elfogyasztjuk. A vadászház melletti tóparton egy igazi vadász szalonna sütéssel indították a lovas cserkelésre szánt időt, melyen a stábtagokat is megvendégelték. A másnap hajnali bőséges eső egyáltalán nem könnyítette meg a cserkelést. Bár lovas vadászaink derekasan helytáltak, de az első nap mégis sikertelenül zárult számukra. A második nap délelőttjén azonban rájuk mosolygott Diana. Szerencsére jó szelük volt, és a lépésben haladó lovak neszezésére sem ugrott meg a vad. Csendben szálltak le a nyerekből, hiszen közeled már nem mehettek a vadhoz. Most Sándoron volt a sor, hogy a lovak pányváit egybefogva segítse társait. Két bika, egy tehén és egy borjú. Becserkeljük, gyere utánam. A jó szél továbbra is velük maradt. Így az erdőszéli magas hűben apró lépésekkel kerültek a vadhoz, egyre közelebb és közelebb. Tamás finom kézmozdulatokkal, halk szavakkal irányította Lacit. Soha ezt lépj előre, tedd le, akkor a szólok. Megvan? Most! Kedves Laci, ismét eredményes voltál, kiválóan lovagoltál, kitűnően cserkeltél, és vadászias módon terítékre hoztad ezt a gémborjút. Üdv az elejtő vadásznak! Köszönöm a vezető vadásznak! Tamás, nagyon sok órát lenyomtatok esőben, sötétben, most tégre sikerkoronáztak. Mi volt az oka annak, hogy ilyen nehéz volt ez a siker? Az volt az elsődleges probléma, hogy ilyen frontos, viharos idő van, többször megáztunk lovaglás közben, így ilyenkor a vad is jobban elbújik, kevésbé mozog, nehezen lehet észlelni. És most ma hajnalban viszont, amikor készülöttünk, elállt az eső, és szerencsére a vadmozgás is jobban beindult, sok vadat láttunk, jó volt a szél, természetesen az egy alapvető, hogy annak jó kell lennie. A vad is ugye elcsipegetett, zavartalan volt, és
hát kellett hozzá, a vadászathoz kell mindig egy nagy fokú szerencse is. A vadászat alapjában véve erdőzúgás és vadüzés, de mindig több erdőzúgás. A hagyományos vadászati módokra, főleg a lovasvadászatra ez meg fokozottan érvényes. Jól tanított, nyugodt lovak kellenek hozzá. Szokniuk kell a terepet is, a lövést. A Laci és a Sanyi hetekkel, hónapokkal ezelőtt készül erre. Sőt, visszajáró vendégek évek óta tanítja a lovakat, úgyhogy a lovak azok megfelelőek, szokták is a terepet, nem ijednek meg egy elugróvattól, felrepülő madártól. Tehát az nagyon fontos a ló. A szél az mindig fontos a vadászat során. Hát meg az időjárás. És sok-sok szerencse. Meg hát ügyesek vagyunk. Ügyesnek is kell lenni. Mi a szépség a lovasvadászatnak? Hát sokkal több adrenalint ad, az egyszer biztos. Izgalmas, mert a lesvadászat számomra igazából nem annyira izgalmas. A cserkelést nagyon szeretem, a lóhátról meg még hatványozottan sokkal jobb. Magasabbról lát az ember le mindent, sokkal több lovat látunk, az nem biztos, hogy többet is lövünk, de sokkal többet látunk, és sokkal szebb a táj másfél-két méter magasságban. Ahogy láttam, ti egy összetakott társaság vagytok, hogy lehet ide eljutni, ide a Sefag ZRT Vörösalma vadászházhoz, hogy lehet itt lovas vadászatot megkezdeni? A Sefag ZRT tervezi a lovas turizmusnak a fejlesztését. Itt a zselici rengetegben, mind a zselici erdészetnél és a kapusvári erdészetnél is. És a jövőben reményeim szerint fogunk vásárolni lovat, lovasvérőhelyeket alakítunk ki, és mert a szokásos úton a turisztikai irodánál vagy a vadászat szervező irodánknál lehet erre jelentkezni. A lővilág határa még messze volt, és az időjárás is végre a kedvük szerint alakult, így folytatták a vadászatot. Késő estére derült ki, hogy Sándor leskosárból indított nyilvesszője sajnos nem hozott vaddisznót terítékre, viszont Lacinak újból kedvezett a vadász szerencse egy újabb gémborjúval. Így alakult ki a végső teríték. Tisztelt vadászvendégeink, kedves barátaink! A háromnapos lovasvadászat végére érkeztünk. Az időjárás viszontagságai ellenére ismét eredményes vadásznapokat tudhatunk magunkénak, hiszen a terítéken van két gémborjú, amelyek elejtéséhez szívből gratulálok. Remélem, idén is jól éreztétek magatokat nálunk, és mielőbb meglátogattok bennünket újra. Gratulálok az eredményes vadászathoz! Üdv a vadászoknak! Műsor támogatója a Blázer Magyarország Kft. Szenvedéllyel a vadászatért. A 25 éves Vadászati Kulturális Egyesület. A Nimród Vadászújság. A Diana és a Vadászoknak filtereste a gyártója a Gyógyfű Kft. A Magyar Mezőgazdaság piacvezető agrárgazdasági hetilap és annak állandó havi melléklete az Erdőgazdaság és Faipar. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe. A műsor támogatója a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum.